Allergiaszűrés, táplálkozási tanácsadás, különféle egészségügyi mérések, mozgásszervi szűrés és masszázs várta szombaton azokat, akik ellátogattak a Hírösök órában megtartott egészségnapra. A rendezvényen allergológiai és dietetikai előadásokon, valamint elsősegélynyújtás oktatáson is részt vettek az érdeklődők. A szervezők azokra is gondoltak, akik elhozták gyermekeiket, őket kézműves és sportfoglalkozásokkal várták. Kecskemét nevében Engertje Kamnia polgármester köszöntötte a résztvevőket. Felidézte, hogy a pandémiás évek megtanítottak bennünket arra, hogy az egészségnél nincs fontosabb az életben. Kiemelte, a gyógyításnál és az egészség helyreállításánál sokkal fontosabb és nem mellesleg olcsóbb a megelőzés. Feladatunk annyi, hogy az itt bemutatott gondolkodásmódot hazavigyük és beépítsük a mindennapjainkba. Dr. Bag Janett, a Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda vezetője az eseményen elmondta, különböző allergiavizsgálatokon, általános állapotfelmérésen, teljes testösszetételmérésen, dietetikus tanácsadáson is részt vehettek az egészségükért tenni akarok a szombati napon. Az EFI vezetője az egészségkommunikáció és az egészségműveltség fontosságát hangsúlyozta. A cél, hogy minél fiatalabb korban elkezdjük az egészséges életmód alapjaival való ismerkedést.